Hivatalosan csak október 15-én kezdődik a fűtési szezon, de a térség tűzoltóinak mégis több füstszivárgás és szénmonoxid riasztáshoz kellett vonulniuk. Hétfőn, október 11-én pedig tragédia történt Jászapátin. Jászapátiban, a Budai utca egyik családi házában egy embert holtan találtak. A jelzés szerint az épületben minimális füstszag is volt. Jászberényből érkeztek tűzoltók a helyszínre, azonban beavatkozásukra már nem volt szükség. Az utólagos vizsgálat azt valószínűsítette, hogy a halálesetet a cserépkályhából visszaáramló füst okozta. A szóvívő a lakosság fokozott odafigyelését kérte a hasonló tragédiák elkerülése érdekében. Az első a kémények, illetve a fűtőberendezések átvizsgálásának rendszeressége. Ha valaki elhanyagolja a kéményének, illetve a kazánjának fűtőberendezésének a tisztítását, akkor abból nagyon könnyen keletkezhetnek ilyen esetek, illetve akár szénmonoxid szivárgás, illetve kéménytűz is. Nagyon fontos a jó minőségű füstérzékelő, illetve szénmonoxid érzékelő beszerzése, valamint rendszeresen gondoskodni kell a kéményseprésről. A magánszemélyek számára ez ingyenes, de a családi házak tulajdonosainak ezt kérnie kell. Az egyeztetést megtehetik a katasztrófa védelem honlapján, vagy a 1818-as telefonszámon. Megyeszerte is így a járságban is jellemzőek tudnak lenni a kéménytüzek. Idén eddig összesen a megyében 24 ilyen riasztást kaptak a tűzoltók, illetve a szénmonoxid szivárgás is elő szokott fordulni. Itt jellemzően az szokott a probléma lenni, hogy a nyílt égésterű tüzelőfűtő berendezések számára nem megfelelő az oxigén utánpótlás. A szénmonoxidból 22 volt megyei szinten. Az elmúlt hetekben több szénmonoxid szivárgásról is kaptak jelzést a jársági tűzoltók, tette hozzá a szóvivő, de szerencsére sem ezeknél, sem a megye más térségeiben nem történt szénmonoxid mérgezés ebben az évben. A megyében előforduló szénmonoxid szivárgásos esetek kapcsán egyik esetben sem volt személyi sérülés, mindez pedig annak köszönhető, hogy valamennyi esetben szénmonoxid érzékelő adott jelzést. A megfelelő berendezések, amelyek listája szintén megtalálható a katasztrófa védelem honlapján, életet menthetnek, mert a szénmonoxid szivárgáskor azonnal éles hanggal jeleznek, így esélyt adnak a lakásban tartózkodóknak a helység kiszellőztetésére, amíg a tűzoltók megérkeznek.